Nagyon szerettem volna Budapestre jönni, másrészt pedig az ország legnagyobb és legszínvonalasabb egyetemét nem hagyhattam ki, úgyhogy mindenképpen ez volt az első számú jelöltem. Az ELTE az a magyar egyetem, amit az egész világon ismernek, jegyeznek, mindenütt tudnak róla, mindenütt ismerik az ott végzett munkát. Az jöjjön ide, akit a nyelv, a kultúra, egyáltalán a humán területek érdekelnek. Természetesen szükség van egy jó nyelvtudásra, mert azért itt már német nyelven kezdődnek az órák az első pillanattól kezdve. A német az ilyen közepes szak. Nagyjából ilyen 60-an kezdtünk, de azért egy ilyen jó gimis osztályi ember azért a végéig kitart, és nagyon jó kis csapat lesz belőlünk általában. Rengeteg alkalom és helyzet van, hogy kiutazhassunk német nyelvű országokba. Például minden évben lehet utazni Bad Kissingenbe, konferenciára, vagy vannak mindig ilyen kéthetes intenzív kurzusok, amire ki lehet menni. Azt tudom mondani, hogy aki szeretne kimenni legalább egy fél évre, annak biztos, hogy lesz lehetősége a tanulmányai során. Én nagyon szeretem a kampuszt, mint az ilyen amerikai filmekben, hogy egy területen sok pici épület. Nagyon barátságos mindenki, a portásokat is már egyébként személyesen ismerjük. Folyamatosan macskák jönnek, mennek itt a kertben. Amikor ide beléptem, én nem gondoltam, hogy ilyen is van Magyarországon.